Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 30-án, kedden. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Vörös Tamással, az Albaregia Jazz Fesztivál főszervezőjéről, hiszen, mint tudjuk, a koronavírus járvány okán eddig úgy volt, hogy nem lesz fesztivál, de aztán mégiscsak augusztusban megrendezik. Ezt követően megismerkedhetünk a Csíki versünnep közönségdíjas versével, végül pedig egy kezdeményezés tanúi lehetnek, megalakult a Rátonyi Róbert Színház Csákváron. Szép estét kívánok még egyszer, kedves nézőink, a Paletta magazinban vendégem Vörös Tamás, ezúttal a fehérvári Albaregia Jazz Fesztivál főszervezőjeként. Szervusz, Tamás! Jó estét, szerint! Hála Isten, ugye bejelentette a kormány, hogy a veszélyhelyzet és a korlátozási tilalmak megszűntek, így aztán most már egészen bizonyos, hogy Székesfehérvár újra otthont adhat, amire nagyon-nagyon vártunk, még pedig augusztus 22-e és 24-e között az Albaregia Jazz Fesztiválnak. Hát erről fogunk beszélgetni. Ugye ti vagytok az atyai Mics Gergő barátunkkal, barátoddal, de mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit evezzünk vissza mélyre a múltba, hiszen azt kevesen tudják ma már, pont erről beszélgettünk itt adás előtt, hogy a múltat, ha nem is akarják végképp eltörölni, de egyre kevesebb az a korosztály, aki még emlékszik. Pedig bizony ez a fesztivál 1967-ben indult, és több mint 20 esztendőn át működött, aztán ti életre hívtátok ismételten, és most már ugye 2014 óta én azt gondolom, hogy Székesfehérvár egyik leginkább várt zenei eseménye. Egy kicsit te miként emlékszel az első, az ősidőkre, a hőskorszakra? Hát a 68-as azért nem nagyon, 8 éves voltam. Igen, én is. Ja, meg te is. A 70-es évekre emlékszem, édesapám járt ezekre, meg ugye nagyon sokat együtt játszott Szabó Gáborral, aki aztán utána diszidált Amerikába. Én igazából a 80-as évek közepe elején kapcsolódtam be ebbe az úgynevezett Videoton Albaregia Interjazz Fesztivál, ez volt a hosszú neve, ugye ebben benne volt a rádió, Magyar Rádió, Videoton gyár, a város, szóval ez egy nagyon komplex szponzorálási rendszerrel volt annak idején. Nekem azt hiszem, hogy egész életemben a legmeghatározóbb zenei live élményem, tehát az élő élményem, ami történt, mert én csak hátra dőlve, ugye Vörös Marti Színházban volt akkor, azt tudjuk, az összes koncert vette a rádió, és leadta egy éven át, adta le a Videoton Jazz Fesztivált. Én nekem nagyon fontos volt számomra, mert tehát a zenészé válásomnak az egyik pillére volt ez, vagy az egyik nyomás. Aztán elhalkult, hát, hogy aztán igen. Újra kellett kezdeni, mégpedig azért, mert én azt hiszem, hogy mint mindennek, ennek is rendelt ideje volt. Hát igen, hát ez a 80-as évek vége, amikor már ilyen csődszélén volt mindenki, igazából nagyjárak főleg ugye az ország, akkor ez ugye nem fontos. Tehát egy jazzfesztivál nem hozza a lisztet, a cukrot, ő nem teltermel, hanem viszi, és ugyanúgy, mint a többi társművészet, mindegyik ment lefele, így szűnt meg a Jazz Festival aztán. Igen, aztán ugye volt egy folytatás, mégpedig az nagyon fontos, hogy a Bodajki Hangszíntér Művészeti Szakgimnázium és a Kodolányi János Főiskola, majd Egyetem jazz tanszaka, akik az utánpótlást is adjátok, most már azt mondhatjuk, hogy országszerte ismerten. És ez leginkább teked, illetve Mics Gergőnek köszönhető. Most ebből nőtt ki méghozzá úgy, hogy nyilván a veretes zenészmúltad nagyon sokat segített abban, hogy az első pillanattól kezdve nagyszerű zenekarok és szólisták jöttek. Igen, szerencse volt ez az összetalálkozás, szóval az Székesfehérvár mindenképpen egy olyan központ lett zeneileg, ezt még különben polgármester úrral éppen beszéltük egyik nap, hogy tehát itt, hogyha most végig a mai szituációba megyünk, tehát hogy kik származnak innen el, székesfehérváriak, vagy a Kodolányin végeztek, vagy a Hangszíntérből a Kodolányin végeztek, az a 20-szorosa, mint amikor én végeztem a tanszakon, a jazz tanszakon. Mi kb. Székesfehérváriak ketten vagy hárman voltunk a 70-es, 80-as években, akik feljutottunk. És aztán jött ez a 90-es évek vége hullám, ahol egymás után a két suli miatt
jöttek fel a fiatalok, kiváló képességű tehetsége zenészek, és ezekből van egy csomó ilyen, mint a hirtelen ki akarok mondani, a Well Hello-tól a Nenéig, a többi zenekarig, szóval most Isten bizony nem megsérteni akarok senki, világos, de persze. Annyi zenész jött fel Fehérvárról, hogy ez már még megspékelte azt, hogy miért kell jazzfesztivál, még itt Székesfehérvár, miért kell ezt felkarolni, ahogy Debrecen is felkarolja, úgy Székesfehérvárnak kötelező, hogy azt kell, hogy mondjam csúnyán, felkarolni ezt a kicsi társművészetet. És mindig jön egy újabb és újabb generáció, tehát én igen. magam is azt tapasztalom. Igen. Én azt mondom, hogy a háttérben a kiváló szakmai munka, ami ennek a segedelmével történik. És akkor most megérkeztünk az elmúlt esztendőkhöz, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy világhírű külföldi és hazai zenekarok, hát lubickoltunk a pár napban. Én most néztem meg egyébként, majd a közeljövőben a Fehérvár Televízió néző is láthatják egy-egy összefoglalót, azért megmutattunk az elmúlt évekből. Most ugye nagyon leült a zenei élet is. Most ugye talpra állunk, és pontosan ezért kérdezem, hogy nyilván már előre kellett gondolkodni azon, hogy kiket hívtok meg, mert tulajdonképpen ide tódult volna az egész ország. Igen, ez nagyon érdekes. Ugye mi már összeállítottuk a költségvetés időszakában, 2020 elején összeállítottam a tervezetet. Hála Istennek senkivel nem szerződtünk annyira direkt módon, és akkor jött ez a vírus, ez a járványügy, és leállítottunk mindent, hogy senki nem tudta, mi lesz. Csak hogy augusztus 15-től, amikor ugye nyílhat a szabadtéri rendezvények sora, az a hullám, ami ugye leült most, hogy senki nem játszottak, streamkoncertek voltak, videón, Facebookon, az most hirtelen mindenki elkezdett játszani 15-től. Tehát most olyan helyzet adódott, hogy az új csapatokat, már hogy ugye megupdate-eltem a műsor tracklistákat, nincs ember, mert mindenki játszik. Tehát augusztustól szeptember végéig fejvakarva gatva lehet zenekarokat összeírni. Sajnos hozzá kell, hogy tegyem, a külföldiek már szóba se jöhetnek, vagy azért, mert nem tudnak eljönni, ugye most éppen a Amerikában áll a cirkusz, az európaiak meg szintén kint a saját országukban van egy csomó lekötésük, hogy most senki nem vállal. Tehát igazából most az idei év, az első év, hogy nem lesz igazából külföldi, de nem gondolom, hogy ez ilyen nagyon nagy világos, baj, nagyon nagy zavar. Kimondtátok, Tomi, és azt hiszem, hogy egy remek gondolat, hogy Székesfehérvárhoz kötődő igen. szólistákat és zenekarokat. Igen, már. Most még jobban, sőt, most az idén az elmúlt évi Fehérvár hangja győztes kislánynak el tudtuk hívni a zenekarát is, tehát még azzal is segítünk a mi oldalunkon lévő zenekaroknak vagy zenészeknek. Ez most úgy értem, a mi oldalunkon megy a kislány a Hangszintér szakgimnáziumba járt, tehát azért mondom, a mi oldalunkon. Ő neki most ez egy fellépési lehetőség a nagy színpadon az Ecseligetbe. És akkor nézzük meg, hogy milyen műfajt választottatok, illetve hát a jazzen belül, hiszen lesz swing, blues, ragtime, dixieland, mint mindig. Igen. És arra törekedtetek tehát, hogy azok a fiatalok, akik eddig mindez idáig kevesebb lehetőséget kaptak, bemutatkozhassanak, abszolút. Illetve azért lesznek veretes régi nagy nevek is. Igen, mint például én. Mint például te. Ja. Igen, de most viccet félretéve, az a fontos, hogy most én azt gondolom, hogy össze kell fognunk mindenkinek, zenészeknek is. Nagyon sok székesfehérvári fog játszani most ebben a három napban, már csak amiatt is, hogy megmutassuk, hogy nem fogunk elmenni, nem fogunk elfutni semmi elől, hanem rendesen dolgozunk abban, hogy minden visszaálljon a régi, vagy egyáltalában a mai kerékvágásban. Tehát úgy mondom a struktúrát, hogy fehérvári zenekarok, fehérvári fiatal zenekarok, zenészek, és utána jönnek hozzá a számomra tehetséges, de nem annyit játszó zenekarok,
most ebben a szituációban azt akartam mondani, tehát inkább a 22, ugye már elmondtuk talán, hogy augusztus 22-től induló három napban Zicsligetbe, ugyanaz a két színpadon, ugyanazok a körülmények várják a kíváncsiskodókat. Vannak már olyan nevek, amire mondjuk mi, az én korosztám is felkapja a fejét? Hát aki sikerült elírnünk, az az Elza Vál, ez a kubai énekesnő, aki ugye Magyarországon ér már 18 éve, és ugye a párja, a Vinant Gabi barátom, a kitűnő jazz énekes, ők jönnek duóba, én szerintem ők egy elég trúvályos, illetve ugye a Kodolányi 10 éves a művészeti tanszék, és így egy olyan szponzorációs lehetőség lett, hogy a végzett zenészek, akik innen elszármaztak, felléptessük őket. Így most, aki ilyen sztár, hogyha úgy mondhatom, a nezenekar, aki ugye volt végig a dalba, és ők is el tudnak jönni. Tehát mondom, hogy lesznek sztárzenekarok is, és lesznek olyanok ezek az ingyenségek. Igen, ha csak azt vesszük, hogy a két iskola, mármint a Hangszíntér és a Kodolányin oktatókat vesszük, akkor már is itt van egy sztárparáda. Hát tulajdonképpen majdnem igen. No. Egyébként hogy telt a számodra? A karantén? A karantén. Hát, ha a Torjai a professzor úr szavaival élnék, akivel nagyon sokat beszélgettünk, az nem álltott, hogy pihentél, ezt mondta nekem, nagyon aranyos volt. Én teljesen jól éreztem magam elállom. Őszinte nem ártott, hogy a fordulatszámot egy kicsit visszavettem, nagyon sok mindent csinálok, ezt te is tudod, és így nagyon szépen eltett. Nagyon sokat unokáztam, tehát volt egy ilyen jó chill rész. Aztán utána átjött ez az április végén, majd kéne valamit csinálnom. Tehát, és akkor elkezdtem írni számokat ugye a zenekaromnak. Sikerült is most egy-két új számot írni, ami most éppen fent van. Minden esetre azokat játsszuk, illetve sikerült az NK-nak volt egy pályázat az A38-on, hogy lehet ezt stream koncerteket csinálni, és mi nyertünk egyet, úgyhogy az M2 felfelül is vettem, majd júliusban adják le. Tehát inkább zeneileg dolgoztam, ha most úgy vetjük. És a csapatod? Hát szintén, hát igen, tehát ha abba gondolkodunk, hogy mennyi koncert maradt el, és őnekik mennyi kiesésük van anyagilag, az mondjuk súlyos. Egyébként ez a teljes zenész társadalomra vonatkozik, hiszen néztem a múltkorra ugye a Művészeti Akadémia pályázatán, hogy kisebb összegeket osztottak szét, és legnagyobb meglepetésemre egyéb iránt nagyon ismert nevek is előfordultak azok között, akik pályáztak erre a bizonyos 100 000 forintra, vagy 200 000-re. Ez mondhatjuk így, hogy jó néhány zenészt, aki nem figyelt előtte önmagára, tehát mondom azt, hogy csak egyik napról a másikra élt, a mélybe lökött ez az időszak? Hát, most magánemberként nem megbántva őket. Nem tudom elmondani véleményemet, mert én ezzel nem nagyon értek egyet. A szakmailag csak azt tudom elmondani, hogy van ez a tücsök és a hangya mese, te is tudja. Szerintem mindenki tudja. Ugye a gyerekkorunkban ezt tanultuk, hogy a tücsök egész nyáron hegeldül, semmit nem gyűjtött, a hangya meg gyűjtötte. Most itt az történt, hogy a session zenészek kivételével, tehát a session zenész az arra értem, akik zenek, sztárokat kísérnek, akik abból érnek, elmennek este, eljátszák a bulit, kapsznak X pénzért, tehát nem jön be nekik jogdíj, nincsen kiadási százalékuk. Őnekik ez nem volt rossz, jó. Aki tudott, és ő volt a hangja, az el tudott tenni a tartalékot. Az is egy kicsit összeúzta magát, összeúzta a szíjat, de meccset. Most itt nagyon sok volt a sírás versenyre, azt gondolom, de az tény, hogy százas, tehát ilyen háromjegyű számok koncert kikihagyását tudom mondani, ami ebben a 3-4 hónapban történt. Inkább ők
nekik lett ez egy rossz deal, tehát a Szentzsenészeknek, a Szentzsenészeknek, míg az, a te általad mondott kiírásban nem nagyon voltak Szentzsenészek, hanem sztárok voltak. Értem. És a sztároknak nem 30 ezer forintos a gázsiuk, nem mondjuk meg, hogy mennyi, ilyen is, olyan is, és ott azért el lehet abból rakni, szoktam mondani. Most ha ők, ez nagyon furcsa volt ez az egész pályát, én szerintem erről ne is nagyon beszéljünk, mert senkit sem akarok megbántani. Mondom, van egy véleményem, de az... Jó, csak azért én kérdeztelek, mert benne élsz. No, igen, jó, de én nekem... Belenyugszom. Oké. Rendben. Tamás, akkor búcsúzzunk azzal, hogy a nézőket meginvitáljuk, ugye augusztus 22-től 24-ig, tehát 3 napon át várja önöket az Icsiliget, az Albarégia Jazz Festtel, tekintve, hogy Vörös Tamás és Mics Gergő a két főszervező, mint eddig. Bizonyos vagyok benne, hogy nagyszerű zenekarok fogják szórakoztatni mindenkit, aki egy kicsit is konyít, szereti a jazzt. Köszönjük szépen. És minden műfajban. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Újra várja olvasóit a Vörösmarty Mihály könyvtár, június 23-ától pedig a tagkönyvtárok is kinyitnak. Megnyitott a kapuit a Vörösmarty Mihály könyvtár központi könyvtára. Az elmúlt 3 hónapban a könyvtár dolgozói rendszerezték és frissítették a könyvállományt, kisebb átalakításokkal tették még könnyebben áttekinthetővé. A szorgalmas kezek munkájának köszönhetően frissen festett, új színekben pompázó polcokon várják az izgalmas olvasmányok a gyermekeket is. Elég hosszú idő van már mögöttünk. Az első pánikszerű helyzet az 1-2 napig eltartott, amíg fölfogtuk igazán ennek a jelentőségét, sőt még azt is, hogy ez nem egy rövid távú dolog lesz, amire készülnünk kell. Úgyhogy hosszú távú terveket kellett készítenünk, persze szakaszoltuk a feladatokat. Home office munkába, távoli elérésű munkába tudtuk a nagyon sok feladatot kiszervezni a kollégáknak, ugye a könyvrendelés, feldolgozás, adatbázis építés, az otthonról is működött a módszertanos kollégáknak. Ebben a március-április időszakban olyan aktuális feladataik voltak a települési könyvtárak elszámolása, beszámolása, statisztika készítés, könyvtári statisztika feltöltése, amit ha jól végig gondoljuk, akkor akár minden évben ki lehetne az otthoni feladatra, vagy otthoni munkavégzésre osztani, úgyhogy voltak olyan feladatok, tevékenységek, amiknél abszolút nem volt probléma, hogy otthonról dolgoznak a kollégák. Ami a benti munkavégzést illeti, ugye azzal, hogy folyamatosan gyakorlatilag a nyári szünet kivételével a könyvtár nyitva van, így halmozódtak olyan munkák, amikre azt lehetett mondani, hogy hát szomorú, hogy ez a helyzet, de használjuk ki jól, és akkor iszonyú mennyiségű, ki sem merem mondani, hogy 10 000 kötetet sikerült letörölni, de én azt gondolom, hogy egy igazán élő és aktív könyvtári állományba ez még akár kevés is lehet, mert ennél jóval több kötetet is le tudtunk volna törölni. Sikerült a polcokat letörölni rendesen. A csúsztatás könyvtári kifejezéssel azt jelenti, hogy sikerült a könyvállományt átmozgatni, felül lehetett gondolni azt, hogy minden könyv a jó helyén van-e, úgy már, hogy a könyvtár azon a pontján jó helyen van. Lehetett fölkészülni a könyvtár nyári táborára, lehetett áttekinteni a könyvtári foglalkozások forgatókönyveit, kijavítani, újakra fölkészülni, úgyhogy hihetetlenül sok dolgot csináltunk. Közben csináltuk a digitális stratégiát, nagyon sok plakátot, helyismereti, helytörténeti gyűjteménybe beleillő dokumentumot sikerült digitalizálni. Webarchiválásban vettünk részt, nagyon sok kolléga Székesfehérvárra és Fehér megyére vonatkozó online oldalakat gyűjtött be, hogy aztán az OSK ezeket az archívumába betegye, úgyhogy mondhatnám ezt, hogy nem csak helyi érdekesség, hanem ez egy országos nyilvánosság számára is nagyon fontos feladat volt, amit a kollégák elvégeztek. Voltak, akik a települési könyvtárak számára könyvjelzőket szerkesztettek össze, és ha valaki követte a Facebook oldalát a könyvtárnak, hihetetlenül megélénkült az ottani posztok gyakorisága.
Ezzel a székesfehérvári lakosokat is, nem csak a könyvtár hűséges olvasóit sikerült elérni és aktivizálni, például a Fehérvár kedvenc könyve szavazattal. Vagy nosztalgiáztunk az ünnepi könyvhetekre visszaemlékezve, mert nem tudtuk megtartani idén az ünnepi könyvhetet. Egyelőre a felnőtt kölcsönző, a gyermekrészleg, az olvasóterem, valamint a zenei és számítógépes részleg várja az olvasókat hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. A tagkönyvtárak június 23-ától nyitnak ki újra. A Mészöly Géza utcai tagkönyvtárban és a Szénatéri tagkönyvtárban a teraszkönyvtár szolgáltatásai addig is igénybe vehetők. Jó hír még, hogy a Vörösmarty Mihály könyvtár a korábbi évekhez képest a jelenlegi helyzetre tekintettel a nyári zárvatartását csökkentett időtartamra 2 hétre korlátozza. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a 8. csíki versünnep döntőjének, amelyet ebben az esztendőben a szervező Fortis Hungarorum Egyesület online formában hirdetett meg. A közönség Furtenbacher Dorina a Tóparti Gimnázium verses klipjét találta a legjobbnak. Leszek modell! Így szólt magában. És egy festőhöz felszaladt. Idén a versünnep Facebook oldalán egy külön közönségszavazás keretében keresték azt a szavalatot, amely a legtöbb ember szívét közelebb tudta csalogatni a költészethez és a csiki versünnephez. A kategóriában a székesfehérvári Tóparti Gimnázium fiatalja, Furtenbacher Dorina versére érkezett a legtöbb szavazat, aki Heltai Jenő a Modell című művére álmodott meg egy klippet. Az elismerést Vakler Lajostól, a versünnep zsűritagjától vehette át a díjazott. Igazából az volt a lényeg, hogy amikor a családommal beszélgettünk erről, szerettük volna, hogyha nem a megszokott módon történik ez az egész, hogy beállok a kamera elé, elmondom, hanem szerettük volna, hogyha egy kicsit figyelemfelkeltőbb, kreatívabb formában tudjuk eljuttatni a verset az emberekhez, és ezáltal közelebb is kerül hozzájuk ugye a vers és a kultúra is egyaránt. A Heltai Jenő verse pedig azért esett a választásom, mert amúgy is megtanultam ezt a verset, és nagyon humorosnak gondoltam, és én is azt gondolom, hogy nagyon sok rejlik ebben a versben, és így mindenképpen azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó lenne így megklippesíteni. Festünk a kádra mutatott, köszönt és eltűnt. Jó napot! Dorina klipjének technikai megvalósításában családja mellett komoly segítséget nyújtott Dorinának osztálytársa is. A vers hangulata adta az ötletet, az egésznek van egy olyan kicsit vicces, mégis olyan komoly hangulata, és szerintem mindenképp jó anyagot vettek fel a Dorináik. Én a felvételnél nem voltam jelen, csak az utólagos szerkesztésben vettem részt. Szűcs Krisztina, a fiatalok osztályfőnöke büszke arra, hogy az iskola növendékei tartalmas, kreatív megoldásokkal mélyítik el tudásukat. Középiskolai tanárként igazándiból mi a gyerekeket hát kvázi félkészen kapjuk, úgyhogy Dorinánál ez már hobbiként és nagyon szép sikersorozatként megjelent, és így jött 8. Tanácsokkal tudtuk őt segíteni, hiszen mire igazándiból a versenye fölkészítettük volna, addigra a járványhelyzet miatt az iskola bezárt. Az, hogy magának a versnek is, vagy a versenynek is ez volt a célja, hogy a diákok szeressék a verseket, olvassanak verseket, tolmácsolják értelmesen ezeket a verseket, és ebben Dorina nagyon jó, és jól esik ebben támogatni. A rendkívül színvonalas találkozó az online forma ellenére is megadta mindazt, amire a nagymúltú találkozó hivatott, megőrizte elkötelezettségét, a több mint 80 fiatal, felkészítő tanáraik és mindazok, akik segítették a versünnep továbbélését, kivételesen sokat tettek az anyanyelv megőrzéséért 2020-ban is. Megújulhat a délvértes kulturális élete. Csákváron bejelentették, hogy az önkormányzat és a Nívót produkció együttműködésével megnyitja kapuit a Rátonyi Róbert Színház. 2020. februárjában nyitotta meg kapuit a csákvári Floriana könyvtár és közösségi tér. A település ezzel nagy lépést tett azért, hogy a térség kulturális központja legyen. Ma újabb állomásához érkezett a nagyívű terv. Ma bejelentették, Csákvár önkormányzata és a Nívót produkció együttműködési megállapodása alapján megalakult a Rátonyi Róbert Színház. Úgy tűnik, hogy ma egy olyan bejelentést fogunk tudni tenni
a NIVOT produkció vezetőségével, ami azt gondolom, hogy meghatározó nem csak Csákvár, hanem a megye és életében is, hiszen ha jól tudom, akkor Székesfehérváron kívül a megyében nincs még egy olyan település, amelyik állandó színi társulattal rendelkezne. Most a NIVOT produkció, ami innentől kezdve Rátonyi Róbert Színház, Operett Színház néven fog működni, Csákváron állandó lakhelyet fog kapni, és szeptember 23-ától 12 előadást fogunk tudni bemutatni, aminek egy részét ők, egy másik részét pedig egyéb más meghívott produkció fogják kitenni. Teremi Trixi, a színház művészeti vezetője örömének adott hangot, hogy az eddig is magas szintű előadásokkal jelentkező NIVOT produkció végleges otthonra talált. Minden magánszínház ugyanúgy, mint a milyen kis állandó problémával küszködik, állandó játszási hely problémájával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy polgármester úrral, illetve a Csákvárváros önkormányzatával kialakított jó kapcsolatunk megalapozza azt, hogy itt a jövőben egy együttműködés jöhet létre. Én egy olyan programot próbáltam meg a polgármester úr asztalára tenni, ami minden korosztályt megtalál és megcéloz, és úgy összeállítani a mi műsorunkat, amivel egyre minél több embert be tudunk ide vonzani. Én azt gondolom, hogy a név, a mi nevünk kötelez bennünket arra, és miután ma megtörténik itt a nagy bejelentés, hogy a NIVOT produkció a Rátonyi Róbert Színház néven folytatja a munkáját, ez a név kötelez bennünket arra, hogy nyitó előadásként egy nagy operettel érkezzünk ide. A Csárdás királynő lesz ez a nagy operett, ami Rátonyi Róbert nevéhez is mélyen kötődik. Úgyhogy a továbbiakban általában egy olyan két havonta jelenünk itt meg újabb és újabb darabokkal. A télben készülünk egy karácsonyi összeállítással, adventet és karácsonyt idéző programmal. Az új évben pedig egy komolyabb hangvételű drámai előadással. A Nemzeti Színház művésznője Tóth Augusta hozza el ide a csákvári közönségnek a Mezei Mária életéről szóló drámáját. Ez egy nagyon fantasztikus és izgalmas előadás. És természetesen a gyerekeket is várjuk. Egy új program készül. Nekünk íródott egy bemutató lesz a tini hősökről. Tini titánok mindenkinek mond valamit a gyerekeknek, úgyhogy egy interaktív mesét fogunk idehozni a gyerekek számára, és az évad végén pedig bemutatjuk itt az első premierünket, mármint a Rátonyi Róbert Színház első premierjét, a Lehár Ferenc Cigányszerelem című darabot. Szeretnénk tisztelegni Lehár Ferenc előtt is, hiszen ebben az évben van az ő születésének a 150. évfordulója, úgyhogy bízva bízom abban, hogy egy virágzó kulturális színházi életet hozzunk a csákváriak életébe. Szeptember 23-ától 12 előadással várják a színházbarátokat. Az első produkció a Csárdás királynő lesz, de színre kerül a magyar operett klasszikusai közül a Mágnes Miska, illetve gyermekelőadásokkal is kedveskednek a fiataloknak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!